12 nemzet több mint 100 íjásza indult a Varinban megrendezett 3D Európa bajnokságon. A haladás VSE színeit két versenyző képviselte. A világbajnoki címmel is rendelkező Molnár József az első nap után még az első helyen állt a Borebo kategóriában, ám később picit visszacsúszott, és végül 794 ponttal ezüstérmes lett. Ezt követően csapatban is begyűjtött egy második helyezést. Elégedett vagyok a teljesítménnyel. Korábban mondtam, hogy jól sikerült a felkészülésem. Teljes papírformát azért nem lehet tartani. Reménykedtem az aranyérem sikerébe, de sajnos az pár ponttal lemaradt igazából ez a lehetőség. Mennyire volt színvonalas, mennyire volt erős ez a verseny, mert az eredmények alapján, hogy néztük, tehát nagyon kemény ellenfeleid voltak. Igen, kemény volt, jó versenytársak jöttek össze erre az Európa bajnokságra. Éppen latolgattuk, hogyha VA rendszerbe lett volna a versenyzői felhozatal, akkor sokkal gyengébb mezőny állt volna össze. Mert ahogy a magyar csapatba latolgattuk, hogy kiesett volna ki a kvalifikációból, ők nem tudtak volna részt venni a VA rendszerbe, viszont kieséses, de viszont itt, mivel hogy nyílt nevezéses, ott azok a versenyzők is éppen, hogy részt tudtak venni. Az idei esztendőben még milyen jelentős feladatok várnak rád, mert ha minden igaz, akkor ez egy állomás volt ez az Európa-bajnokság. Igen, szeptember végén megyek Szlovéniába terep Európa-bajnokságra. Végülis nekem a terep a jelen pillanatban a fő irányultság, és ott szeretnék még nagyon jó eredménnyel zárni. Tomsics Balázs a vadászreflex kategóriában végig kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott, ami a 45 fős mezőnyben a 8. helyre volt elegendő. Toma a csapatverseny során kapta igazán a fonalat, jelentős érdemei voltak abban, hogy kvartettje bronzéremmel térhetett haza. Tulajdonképpen elégedett vagyok, megmondom miért. Sikerült egy kiegyensúlyozott 3 versenynapot végiglőnöm. Némi pont különbség volt a 3 nap között, de úgy gondolom, hogy teljes mértékben hozta a felkészülésnek az eredményét. Mennyire volt nehéz ez a pálya? Ugye nem olyan régen készítették el. Volt, aki már korábban kipróbálta, volt, aki nem. A te számodra ez mit jelentett? Hazai viszonylatban ilyen pályákat nem tudnak építeni. Tehát kihasználják itthon is a természet adottságokat, de mivel tehát itt az alacsony Tátráról beszélünk, itt azért voltak meredek leilletve fellövések, tehát lehet mondani, hogy vízszintes lövés szinte egy sem volt. Tehát azért mondom, hogy hazai viszonylatban ilyet nem tudunk gyakorolni. A csapatban 3. helyezést értetek el, nyugodtan mondhatjuk azt, hogy minden jó, hogyha a vége jó? Így van. Nem mondom azt, hogy ez vigasztal, mert nem. Tehát ez volt tulajdonképpen, hogyha úgy nézzük, ez volt a 4. versenynap. Ugye a 3 napban egy helyet tudtam javítani, 9. helyről följöttem 8. és a 4. versenynap tükrözte már azt a százalékot, amit tulajdonképpen a felkészülés során is tudtam lőni. Klubunk íjászaira idén még jelentős hazai és külföldi erőpróbák várnak. Természetesen valamennyien kiemelten készülnek a haladás VSE jubileuma alkalmában szeptember 14-én megrendezendő 100 célos versenyre.